Az immunrendszer helyes működéséhez rendkívül sok tápanyagnak, nyomelemnek kell tökéletesen felszívódni a szervezetünkben. A kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás mellett egyre nagyobb lett az igény a mesterséges vitaminpótlásra. A nyíregyházi patikák is gazdag termékkínálattal rendelkeznek, és szívesen segítenek a tanástalan vevőknek a készítmények kiválasztásában. Elsősorban multivitaminokat ajánlunk minden ősszel, de a Covid-járvány miatt ezekre talán most nagyobb az igény és nagyobb a kereslet. A multivitaminok mellett C-vitamin, D-vitamin, ami mind felnőtteknek, mind gyermekeknek elérhető. Gyermekeknek cseppformájában, felnőtteknek tabletta formájában. Emellett vannak egyéb gyógynövény alapú készítmények is, ezek is kapszulák, tabletták, akár cseppek. Illetve hát örök klasszikus a béres csepp, ami ilyenkor ősszel megindul, és magyarként ezt általában szedik is, és egy jó hatású készítmény. A vitaminoknak egy része túladagolható, ezek elsősorban zsírban oldékony vitaminok, ezek képesek felhalmozódni a szervezetben, és tudnak problémát okozni. A vízoldékony vitaminoknál, mint tipikusan a C-vitamin, nem jellemző, hogy túladagolásról beszélünk. Ettől függetlenül be kell tartani azokat a adagolási javaslatokat, amelyeket az orvos, gyógyszerész vagy egyéb szakember javasol. Az immunrendszer testünk védelmi vonala. Megfelelő működése kulcsfontosságú ahhoz, hogy egészségesek legyünk. Az immunrendszer támogatására gyakran a multivitaminok szedését javasolják, de fontos tudnunk, hogy nem ez az egyetlen lehetőségünk, ha meg akarjuk erősíteni a szervezetünk védekező képességét. Az egészséges életmód része a sport, mi ezt azért hirdetjük, illetve a patikának van több olyan egészségfejlesztő programja is, ami ezt támogatja. Tehát az idősebb korosztálynak mindig javasoljuk, amíg jó idő van, amíg jó levegő van, akkor a napi séta az nagyban segít, fiatalabbak, hogyha tudnak aktívabban sportolni, az mindenképp javítja a közérzetet, javítja az egészségi állapotot. Az immunerősítést egyénileg vagy szakember segítségével is lehet végezni, viszont ha kialakult egy betegség vagy kellemetlen tüneteket észlelünk, forduljunk olyan orvoshoz, aki a probléma gyökerét keresi és személyre szabottan ajánl kezelést.